Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Kromoszóma háború, az egyenlő feltételekhez való jog és egy kőszegi lány, aki sport történelmet írt. A párizsi olimpia női ökölvívását az egész világ figyelemmel kísérte. Most mégis kérdéses, hogy az ökölvívás programban marad-e a 2028-as Los Angeles-i játékokon. De vajon milyen jövő vár az ökölvívásra? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Hámori Luca, aki szerint nem számít, kivel állunk szemben, harcolni kell, amit csak lehet. A nemzetközi olimpiai mozgalomnak arra kellene vigyáznia, hogy az eddigi értékeit megőrizze. Ezt már Csisztu Zsuzsa mondja. A stúdióba várjuk Lénárt Ágotát, aki úgy látja, hogy a jövőt nagymértékben befolyásolja majd a párizsi olimpia precedense. És itt lesz velünk Csötönyi Sándor, aki úgy gondolja, hogy jogtalanul előnyt adni valakinek, az nem fair. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket és köszöntöm stúdiónk vendégeit. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, szervusztok. Ugye tegeződünk ebben a műsorban, és a sportról lesz szó, nem véletlenül van itt Hámori Luca, aki szerintem nagyon sok embernek a hőse lett az elmúlt időszakban, mert hogy itt vagyunk az új évezredben, és a sportnak évezredek óta van egy nagyon fontos alapelve, a fair play. Érezted ezt az alapelvet akkor, amikor az olimpián voltál? Megmondom őszintén, hogy nem volt egy szokványos helyzet, nem úgy alakult, ahogy mi ezt elterveztük, vagy amire számítottunk, mielőtt kiutaztunk az olimpiára, de ott abban a helyzetben próbáltam így mindent kizárni, és úgy hozzáállni ehhez a mérkőzéshez is, mint hogyha egy sima átlagos mérkőzés lenne. Az, hogy ez kívülről hogyan látszott, vagy az, aki esetleg nem szakmabeli, hogyan élte meg, az biztos, hogy különböző, illetve más véleménnyel vagyunk. Én próbáltam azt a feladatot megoldani, amit éppen ott elém raktak. Be kell vallanom, minden ütés, amit kaptál, ez nekem fáj. Zsuzsa, létezik még a fair play? Hát kellene, hogy legyen, és osztanak is fair play díjakat. Feltételes módon fogalmaztál. Osztanak is fair play díjakat évről évre, és ne felejtsük el, hogy a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, dr. Kamuti Jenő, úgyhogy ilyen szempontból szerintem jó kezekben van. Az a fajta, vagy annak a fajta cselekedetnek a díjazása, amely valóban még feleleveníti bennünk ugye azt a fajta hozzáállást, amikor az ember képes a versenyző társát adott esetben a saját kárán is mondjuk előnybe részesíteni, hiszen valahol a fair play-nek azt gondolom, hogy ezek a megnyilvánulásai azok, amelyekre felszoktuk kapni a fejünket, úgyhogy láttunk ilyet már atlétikában, valaki elesik, az egyik megáll, felsegíti a másikat, ugye volt ilyen jelenetünk korábban, talán Kozák Luca is, ha jól emlékszem, akkor hasonló jelenet részese volt, és hát Szilágyi Áróról is beszélhetnénk, ugye, aki odaadott egy tust gyakorlatilag a tavalyi esztendőben, és ez egy olyan, egy éles helyzetben, egy vesztett pozícióban. A magyar sportolók szerintem ebben a tekintetben, hál' Istennek, még azt a klasszikus iskolát járták ki, amelyben a fair play-nek igenis van jelentősége, de azon alaposan el kell gondolkodnunk, és nyilván Luca esete is valahol ezt jelenítette meg, hogy a versenyfeltételekben, a fair versenyhez való jog megőrzésében, abban hogy áll a nemzetközi sportvilág, és ebben azt hiszem, hogy elsősorban a nők sportja áll rosszul, vagy bizonyos helyzetekben akár vesztésre. Hát erről azért eszembe jutott Sándor Györgynek az a mondása, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, én kerékpárral megyek. Igen. Sándor, a gyalogló versenyben. Hát ez most az a véleményem markánsan, hogy most sérült ezen az olimpián, nem is egy esetben, mert az én véleményem az, hogy jogtalan előnyt adni valakinek, az nem fair. És ha valaki félig fiú, félig lány, és a lányok között akar eredményt elérni, akkor a más sportákból le lehet passzolni a labdát, vagy nincs testi érintkezés, nincs dinamika, nincs ütőerő különbség. Itt azért a fizikai erőt, most így mondom, a férfiakra jellemző mentalitást, egyebeket valaki cipel, az jogtalan előnyt élvez egy
például egy ilyen kislányjal, aki törékeny és nőies kislány, mint a Luca is, de én emlékszem rá, hogy 2022-ben Magyarországon ez a lány, ez részt vett a Bocska emlékversenyen. És egy orosz kislány, az, hát szó szerint mondom, kipofozta a ringből, elmozgott előle, árnyékolt csak. Nem tudta erőből leverni, és a magyar lány is helytállt ellene, de hát az őt szegénykélet majdnem összetörte. Jogtalan előtt élvezetés, és ezt nem tartom fernek. Ágota? Amikor megkérdezték tőlem, hogy hogyan kellene a Lucát felkészíteni erre a helyzetre, akkor azt mondtam, hogy gyakorlatilag sehogy, mert egy másik kategóriában kell versenyeznie, ha maradunk a sport megfogalmazásnál, és az, hogy megtörtént egy ilyen helyzet, az egy dolog, de ez mit fog hozni a jövőre nézve? Tehát ez egy precedens értékű, egy minta értékű lesz, és a jövőt nagy mértékben befolyásolni fogja, hogy ez hogyan alakul tovább. Tehát, hogyha itt bármilyen engedményt ad akár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, akár a sportági szövetségek, az a későbbiekben nagyon nagy felelősséget is jelent, és nagyon nagy árat fizethetnek ezért a sportolók. Tehát, hogyha egy női sportoló úgy megy versenyre, hogy azt kell neki várnia, hogy esetleg összekerül ilyen genetikai háttérrel rendelkező sportolókkal, az gyakorlatilag egy idő után megoldhatatlan feladatot fog jelenteni. És ebben a helyzetben nem is lehet elvárni, hogy valaki fölkészüljön, Dávid és Góliát esete, bár az ott egy kicsit másképp sikerült, de a sportban ez nem valószínű, hogy így lesz. Tehát egyik oldalról lehetetlenre ne készítsünk fel embereket, teremtsük meg a jogi lehetőségeket, és ezen a sport diplomaták, jogászok kell, hogy dolgozzanak, hogy egy olyan megoldás szülessen, ahol az athlete first, az atléták, a sportolók az elsők elv maximálisan kell, hogy érvényesüljön. Tehát azt is lehetett érzékelni az olimpián, hogy először egy ilyen bizonytalanság volt ennek a megítélésében, hogy most akkor menjen, versenyezzen, csinálja, ne csinálja, hogyan csinálja. Tehát, hogy valahogy egyszer csak ki kellett mondani azt, hogy milyen keretek között és hogyan lehet ezt az egészet folytatni. És az is meghatározó, mert itt innentől kezdve már nem csak a sportról van szó, hanem a nagy társadalmi megítélésben is, hogy kinek hol a helye, mi az, amit bevállalhat, milyen kategóriába versenyezhet a hétköznapi életben is. Azért fontos, amit mondasz, mert ugye itt arra hivatkoztak, hogy hát az útlevelében az van, hogy femáll. Hogy nő. Tehát mi dönti el a sportban, hogy valaki nő vagy férfi? A kromoszóma szám, az útlevél. Az útlevél nem, szerintem vagy nem, pedig, de nem vagyok jó vagy lesz. Pedig egy nagyon fontos kérdés, a korszellem. Ugye itt most ennek az olimpiának az volt az egyik ebben a kérdéskörben meglévő furcsasága, hogy tulajdonképpen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magához vonta a box eseményeknek a szervezését. Ez már egyébként így történt Tokióban is. Két különböző okra volt visszavezethető, ugye 20-ban, ugye az általános orosz, mondjuk úgy dopping ügyek miatti, bojkott miatt volt egy olyan lecsapódása ugye a box eseményeknek is, illetve a magának a szövetség rendezetlenségének, hogy akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt mondta, hogy magához vonja a szervezést, mert ugye alapvetően az olimpia úgy néz ki, hogy bár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugye a nagy ernyőszervezet, de alatta az összes versenyszámot, a tornát, az atlétikát, az úszást, az aktuális Nemzetközi Sportági Szövetség rendezi igen. meg. Tehát ugye régebben finom a World Aquatics, vagy World Athletics ugye az atlétikában, a FIG a tornában is sorolhatnám, és ez egy teljesen észszerű dolog lenne, hogy az IBA, ugye az IBA szervezné a boxot, az amatőr box világszövetsége, de ott volt egy nagyon komoly, hogy mondjam, politikai, hát minek nevezzük ezt majd, Sanyi bácsi, te elmondod. Skandál. Skandal. Tehát a lényeg hogy már az olimpiát megelőző hónapokban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a nem elismert sportszövetségek közé sorolta az IBA-t, az IBA-t, mondván, hogy innentől kezdve a Nemzetközi Olimpiai Orosz Mozgalom... Orosz a vezetése azért? Hát van egy bizonyos Omar Klyemrev nevű vezetője, egy orosz férfi, orosz sportvezető, aki amikor átvette ezt a szervezetet hihetetlen adósság állománnyal és oly sok mindennel, most a nemzetközi amatőr boxra gondolok, akkor azért
Hát akkoriban még ugye egyrészt nem zajlott az orosz-ukrán háború, másrészt pedig azt a nagyon-nagyon jelentős dollármilliókba mérhető adósságot Gazprom támogatással sikerült eltörölni. Ezt ugye nehezményezte állítólag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és még egy-két dolgot nehezményezett, és aztán ugye elérkeztünk az orosz-ukrán háborúhoz, illetve válsághoz, amelynek aktív lenyomata lett ugye a nemzetközi sportvilágban, hiszen szerintem egyébként hibásan a sportolókat, az orosz és a fehér orosz sportolókat elkezdték kitiltani a versenyekről. Én most is azt mondom, mint a 84-es Los Angeles-i olimpia bojkottját elszenvedő egykori sportoló, hogy a sportolókat nem lehet büntetni. Tehát igen, szerintem ki kellene vonni a sport, a field of play, tehát a játéktéren zajló dolgokat a nagy politikai játszótérről, nevezzük így. Egy szó mint száz. Tulajdonképpen a Nemzetközi Ökövívó Szövetségnek nem volt jogosultsága, hogy megrendezze az olimpiai boxviadalokat. És a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pedig nem vette figyelembe azokat az ajánlásokat, amit egyébként az IBA megtett a maga módján, többek között ennek a két versenyzőnek, hiszen ugye az Algirról és a Tájról is beszélünk. Igen, a korábbi úgynevezett kromoszóma vizsgálatai és egyéb tesztjei alapján kifejezetten ajánlást küldtek a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hogy ne indíthassák őket, elsősorban a ellentétes versenyzők, tehát a velük szemben álló versenyzők biztonságára való tekintettel ne versenyezhessenek az olimpián. Ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem vette figyelembe, és elővett egy korábbi szabályt, ami egyébként 2020-ban, 21-es Tokiói játékokon még működőképes volt, és akkor valóban az útlevél, illetve ugye a születési nem határozta meg az indulást. Hatalmas nagy botrányok voltak ebből szerintem nagyon sok sportágban. Emlékezzünk vissza, hogy indult a Tokiói olimpián olyan új-zélandi, egyébként transzgender súlyemelő, ugye, aki korábban férfi volt, aztán nőként indulhatott, hiszen az akkori szabályozás lehetővé tette ezt. Majd aztán a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rájött arra, hogy átadja inkább ezt a jogosultságot a nemzetközi szövetségeknek, döntsék el ők, hogy ki férfi, ki nő, ki indulhat, ki nem. Ezt meg is tette nagyon markánsan az atlétika, ugye azt hiszem, hogy Sebastian Coe-nak a konzervativizmusát nem nagyon kell itt ecsetelnünk, ismerjük, megtette a Nemzetközi Úszószövetség, illetve most már ugye World Aquatics, és még jó néhányan. De itt nem tehette meg az IBA, hiszen nem ők rendezték a versenyt. Tehát tulajdonképpen a NOB úgy gondolta, hogy hát egy korábbi szabályozás jó lesz, ez az a bizonyos szabályozás, ami az útlevél, illetve a születési nem alapján határozza meg, hogy ki nő. De az összes többinél nem volt ilyen? A többi sportágban nem volt ilyen jellegű probléma. Akkor ez tényleg skandallum, tehát vannak egyenlőek, meg kevésbé egyenlőek. Na, itt azért a háttér azért nagyon fontos, amik történtek, mert nagyon kevesen beszélnek róla, de itt óriási erők mozogtak mindegyik irányba, és nagyon jól mondja Zsuzsa, a 96-as olimpián már Rióba is nem voltak olyan jogosultságai az 16, akkori AIBA-nak, és utána Tokióban meg pláne. Tehát rábízták egy eléggé nem tapasztalt csapatra először az olimpiának a rendezését, de kitörtek a balék. Ugye a Gafur, aki előtte volt az elnök, ő nem volt IOC tag, úgy, mint a WU. Az WU az IOC tag volt, addig nem tudtak vele gatyázni, mert ugye rengeteg országot ő is lekötelezett a régi AIBA elnök. Mi történt most? Most az történt, hogy amikor ez fölmerült, hogy az IBA és a Kokónak ebben is nagy szerepe volt, mert az ő idejében az IBA felfüggesztette a versenyzési jogát a tajvaninak is, meg a algériai lánynak is. De azóta történtek különböző dolgok. Az algériai szövetségnek az elnöke, az együtt az afrikai szövetségeknek az összövetségnek az elnöke, tehát IOC tag. És érdekes módon tudom a Helmut Rancétól, aki a BAK-nak az egyik személyi titkára, aki nekem jó barátom, őtőle tudom, hogy még az észak-európai országok is megszavazták, hogy indulhasson ez a lány ezen az olimpián. Amikor fölmerült. Mondjuk ugye, inkább azt, hogy versenyző. Ja, hát a lány az lehet, hogy egy kicsit. Fiú inkább a számomra. Tehát a lényeg az, hogy ez itt nagy lobbizás történt. Legyünk politikai, akkor és ugyanez a helyzet a tájvanival, de a tájvani így mond fiúcska,
nem annyira fizikailag erős, inkább mondjuk agresszív, de ő is olimpia bajnok lett. Tehát két olyan olimpia bajnok lett, akik jogtalan előnyt élveztek az igazi lányokkal szembe. És ezek ilyen sportpolitikai, így mondom, lobbizásoknak is az eredménye. Hát sikeres volt a lobby tevékenység. Sikeres volt, és milyen érdekes. Most, amikor az IBA megint vizsgálatot rendelt el, gyorsan az algériak a World Boxinghoz átcsatlakoztak, és vittek magukkal még 6 afrikai ország. Na, de hát akkor itt az is baj, hogy úgyhogy több világszövetség van egymás mellett. Most ugye ketten rivalizálódnak. A lényeg az, hogy ameddig nem rendeződik a MOB és a Nemzetközi Ökövő Szövetségek, most már szövetségek, mert kettő is van, közötti viszony. Ugye amikor visszatartotta a 6 millió dollárt az előző olimpiáról a Gafur idejében még, akkor én végrehajtó bizottsági tag voltam, visszatartott 6 millió forintot az AIBA, nagyon jól mondta Zsuzsa, egyszerűen tönkremetett volna az AIBA magától. Végül ezért mentőbb volt, hogy bejött az orosz, hozta a Gazpromot, konszolidálta a hiányosságokat, az egy más kérdés, hogy milyen áron, és nem véletlenül voltak Rióba is üzbégek, meg egyebek, meg ott is volt bírobotrány, biztos emlékeztek rá, hogy megkentek bírókat, az üzbégek, meg egyebek. Tehát a lényeg az, hogy akkor is a sportlobbi, meg a politika beleszólt a sportba, és ez se fair. Érezted, Luca? Én egy picit, bocsánat, szeretném szélesíteni a kört pontosan ebben a vonatkozásban, hiszen mi az üzenete ennek az egész történetnek? Az, hogy bizonyos szabályokat át lehet hágni, akkor ez már az olimpia szellemiségét is rontja, az asszertivitás kereteit is átlépi, mert mindent szabad, amit a szabályok adta lehetőségek megadnak, na de itt most született egy olyan döntés, ami gyakorlatilag átlépett jó néhány szabályt. Etika. És akkor ennek a társadalmi üzenete tényleg lehet az, amikor a gyerekek azt mondják, hát miért az olimpián meg lehetett tenni, akkor máshol is meg lehet tenni. Na, ez egy nagyon fontos kérdés, és itt jön Luca. Te érezted azt, hogy akkor, amikor e körül az a tulajdonképpen egy nemzetközi sportdiplomáciai és médiabotrány kezdett kibontakozni e körül a mérkőzés körül. Érezted azt, hogy ez most messze túlmutat Hámori Lucán és az ő ügyén, itt egy egészen más dologról van szó? Sajnos igen. Én azt gondoltam, hogy itt belefolytunk egy olyan dologba akaratunkon kívül, amiért mi nem azért mentünk oda, hogy mi egy ilyen dolgot eldöntsünk, vagy bármit csináljunk. Mi azért mentünk oda, hogy versenyezzünk, amiért dolgoztunk az elmúlt x évben, hogy elérjük azt, amit szeretnénk. Ez most kicsit elment egy másik irányba, és sajnos én mondhatom azt, hogy nekem akár a teljesítményemre is kihatása volt ez az egész, hiszen nem tudtam 100%-ban kizárni, akármennyire is próbáltam, akármennyire próbáltak segíteni, ezt nem tudtam kizárni. Főleg úgy, hogy első olimpia, ez alapból egy nagy tét és egy nagy dolog volt számomra. Ez mellé még jött pluszba ez a nagy felhajtás, ez az őrület szó szerint, ami ott történt. És azt gondolom, hogy így nem volt körülöttünk senki olyan, aki esetleg erre felkészített volna minket, bár erre egyébként nem biztos, hogy lett volna bárki, aki okosat tudott volna mondani, de hogy nem volt körülöttünk olyan ember, aki tényleg megadja azt a tanácsot akár, hogy mit, hogyan kellene csinálni, ez mindenkinek egy új dolog volt, nekem meg főleg. Mi hiányzott? Mondtad, hogy nem tudtak erre fölkészíteni. Tehát hogyan lehet erre fölkészíteni? Tehát számomra örökre emlékezetes dolog, amikor az olasz lánnyal vívott az Imane, és a 45. másodpercben a lány azt mondja, hogy sírva azt mondja, hogy na, nekem ebből elég volt, tehát engem ne verjen. Nem lehet, tehát pont ez a dolog, amit ilyen szempontból említettem, mert a megadott sportolási kereteken belül, a sporták szabályain belül készítjük fel a sportolókat. Abban vannak kisebb-nagyobb játékok, trükkök, ruhaigazítás, olaszok vívó cirkusza, és így tovább, de ez már körön kívül volt, ez már a szabályokon kívül volt. Az, hogy a te lélek jelenléteddel megoldottad ezt a helyzetet, az egy fantasztikus dolog volt. Mindenki így még gondolta. Még a kommunikáció is zseniális volt, amikor azt mondtad, te
fiúkkal készült föl. Ez egy nagyon vagány volt, tényleg. Hozzáteszem, azért a kommunikáción, ha jól tudom, alakítani kellett, és ez se volt elegáns. Tehát én önmagában azt nonsensnek tartom, hogy nyomás lehet gyakorolni a nemzetközi sportpolitika irányából egy versenyzőre, hogy ő mit mondjon. Hogy már hogy azt akarja mondani, hogy igen, ide került, valaki egyszer eldöntött, hogy ide kerülhet, akkor azzal fog szembenézni, aki szembe került. Miért nem mondhat egy versenyző ilyet, amikor egyébként úgy érzi, hogy alapvetően egy nem fair verseny részese, ő ennek ellenére azt gondolom, hogy vállalja ezt a megméretést, és ahogy az imént is ugye elhangzott, tulajdonképpen a kereteken kívül is terjeszkedik, és egy bőven kényelmi zónán túl meglévő szituációba fog belemenni, és hát remekül helyt áll. De hogy mondjam el, én ott voltam ezen a mérkőzésen, természetesen, amikor kint voltunk Párizsba, és lefagyva, döbbenten láttuk, hallgattuk azt, hogy milyen ellendruk folyt tulajdonképpen a Luca ellen. Meg voltunk győződve arról, hogy pont fordítva lesz. Tehát azt gondoltuk, hogy olyan szimpátia tüntetést kap, hogy ő kimer állni. Azután, ami addig ugye lement, és az olasz versenyzőnek. Igen. Hát és azért ellenkezőt, tehát hogy ez még pluszban egy olyan hatás lehetett, még ki is ráz a hideg, hogy visszagondolok erre a helyzetre. Tehát én megmondom őszintén, hogy már ott azt mondtam volna, hogy ha akkor azt mondja, hogy nem lépek be a ringbe, teljesen érthető lett volna, mert egy bénító légkör volt. És szerintem ez megint csak a nemzetközi sportmozgalom sportpolitikusainak a felelőssége. Szóval onnan könnyű beszélni, hogy de hát azért itt ne hozzuk be a transzgender kérdést, meg hogy itt hogy, meg micsoda egy... Én az összes sajtótájékoztatóján ott ültem a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. De a közönség volt, Zsuzsa. Igen, de hát egy hergelt közönség volt. Hogy képesek fölhergelni a közönséget. Tehát azért őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy mit érzel akkor, amikor mézve egyébként is egy pszichésen hihetetlenül kiélezett helyzetben vagy, kilépsz a fénybe, és azt hallod, hogy fújolnak. Ez számomra is egy óriási meglepetés volt, hiszen én is arra számítottam, amit a Zsuzsa elmondott, hogy ez pont egy fordítva lesz, hogy esetleg őt fújolják ki, és nekem tapsolnak, és meglepődtem én is, amikor bevonultam, és szó szerint fújoltak, mutogattak, körbenéztem a lelátón, és mindenhol az algés zászlókat láttam, akárhova néztem, fújoltak, és kidugdosták rám a nyelvüket, és ilyenek. Hála Istennek nagyon jól ki tudtam zárni abban a pillanatban, tehát nem rontott az állapotomon, sőt, még akár ha a ringben el is találtam esetleg az ellenfelemet, akkor az még egy olyan érzés volt, hogy kifelé is mutatom, hogy tessék, hogy el tudom találni, meg tudom verni akár. Nyilván az eredmény sajnos nem az lett, de hogy valahol az mellett, hogy ez egy számomra is meglepő dolog volt, egy kis erőt is tudott ahhoz adni, hogy nekik is ott megmutassam, hogy nyugodtan fújoljatok, nem tudtok olyan szinten megtörni, hogy esetleg ne álljak ki, nem menjek be a ringbe, vagy feladjam pár perc után. De ez egy nagyon érdekes dolog, mert fair play szempontjából viszont az lett volna a jó döntés, most csak elméletileg mondom, ha te nem állsz ki, mert akkor azzal deklarálod, hogy ez a keretek adta lehetőségeken kívül van, és hogy ez nem egy jó megoldás. Az más kérdés, hogy ennek milyen diplomáciai és egyéb vonzata lett volna. De... megteheted, de milyen sportdiplomáciai következményei vannak? Higgyétek el, hogy aki állt ringbe, vagy közel van a boxhoz, meg szereti a boxot, azért tisztában van különböző körülményekkel. Azért amit a Luca átélt, az egy óriási teher lehetett. De képzeljétek el, amikor mi régebben válogatott mérkőzéseken kint voltunk, például Romániában, vagy kint voltunk más országokban, és esetleg vezettünk, és jött egy szoros mérkőzés. Hát a közönség néha ordinári tud lenni, bármelyik küzdősportágban ez így van, de más sportágokban is. De a számomra ugye mindjárt a megnyitó, tehát azért ne felejtsük el, hogy Algéria kötődik Franciaországhoz. Tehát azért politikailag ugye valamikor gyarmatként, egyébként kötődnek, rengeteg ember, illetve voltam Algériában többször versenyen, hát ott volt a legnagyobb botrány is, amikor volt egy nemzetközi verseny, és az asztalokat a bíróknak, ugyanúgy, mint Szöulban, a fejükre dobálták a bíróknak a széket, mindent, mert hogyha nem az arab srác nyert. Megdöbbentő az eredménykényszer mellett, ami a Lucát most érintett, tehát azért mégiscsak éremérmenő küzdelem volt, és azért hihetetlen, tisztán, szépen boxolt.
semmi más, a jogtalan előny volt, jobban lehetett látni az algeri lánynak az ütéseinek a súlyát. Tehát az ment el a meccs. Nem, ilyen meccs volt. Egypontos meccs volt. Egypontos ide, egy pont oda. De amikor én is ezt meghallottam, hogy mártírt csináltak Franciaországban ebből a kisfiúból, félig fiú, félig lány. Versenyző. Jó, hát megdöbbentőnek találtam, és ez egy óriási lelki teher lehetett a számára. A másik, és ez egy nagyon fontos kérdés. Felvetődik ugye a megnyitón is, egy kicsit ilyen fals dolgokat látott az ember. Én voltam, 6-7 olimpián, mondhatom azt, hogy átéltem gyönyörű megnyitókat, egyebeket. Most ezt nem tudtam. Jó, de ilyen problémákkal akkoriban még nem kellett foglalkoznod, nem Sándor, tudtam hogy fiú nézni vagy melykor, mert ne arudjak, férfi nőnek öltözve, meg egyéb ilyen furcsaságok megjelentek a franciáknak az életvitele valószínű, meg a hozzáállása úgy látszik, ez tetszett nekik. A nagy részének az embereknek nem. Én akárkivel beszéltem Magyarországon, meg külföldi barátaimmal, senkinek nem tetszett. De most képzeljétek el, hogy ebbe a légkörbe, ugye Mártit csináltak ebből a lányból, hogy mit tudom én, támadják, meg bántják, meg szegény, meg így, meg az Algéria, meg afrikai ország, meg egyéb. Neki úgy kellett ringbálni ezzel a lelki teherrel, pluszként. Tehát ez, nem tudom, hogy nem akarok a szakmádba belemenni, de amikor te a válogatottnak adtad a tanácsokat, a gyerekek szívták magukba, mert értelme volt, mert nyertük a versenyeket, világbajnoki címet nyertünk a lányok, fiúk egyaránt. Miért? Mert le tudta venni róluk a pszichológus például a terheket. Itt most, szó szerint mondom, volt egy taktikai hiba is, amire én mondtam a Lucának, hogy ugye a nagyötütő ellen mindig közel kell menni. Most tegnap a Pullai is hátra ment, amikor megütötték, és helyet adott az ütésre. Ha közel ment volna, én azt a tanácsot adtam volna neki, hogy menj közel, mert közelről nem lehet nagyot ütni. De ezzel a lelki teherrel neki, meg ezzel az ellen drukkeroknak tehát a bírókat is, hát minden ütésénél lehetett hallani a közönségnek, hogy kinek szurkol. És ez egy gyalázat, hogy az Olimpiai Bizottság ebbe partner volt, meg hogy szó szerint mondom, meg partnerok voltak azok az emberek, akik ott ebbe az ügybe illetékesek lettek volna, hogy rendet rakjanak. Igen, hogy lehet levenni az eredménykényszer? Hogy a társadalmi megítélés, ami szóba került rögtön az elején, amikor nekem egy nap háromszor mondták, hogy bonjour, monsieur, akkor én is majdnem úgy éreztem, hogy ringbe kéne szállni. Pedig hát nem gondolom, hogy férfias alkat lennék. Tehát, és látszott rajtuk, hogy nem viccelődnek, ő úgy ítélte meg, ő csak udvarias akart lenni, majd én döntsem el. Egészen elképesztő volt. Jézus. Ha behozhatok egy másik sportágból is egy hasonlóan, azt kell mondanom, globális problémát kavaró helyzetet, és megint csak a nők esélyegyenlősége a kérdés, ugye az úszósport. Az Amerikai Egyesült Államok egyetemi bajnokságában, ahol én nagyon régen, így van, én is versenyeztem, ugye György Réka volt az egyetlen, azt kell mondanom, olyan bátor versenyző, volt is vele módom interjút csinálni, ugye, aki kiállt és elmondta a kritikáját a nemzetközi, illetve az Amerikai Egyetemi Bajnoki rendszer szervezői felé, hogy beengedték az egyetemi bajnokságban azt a versenyzőt, aki Will Thomasként született, de nem csak, hogy Will Thomasként született, hanem még az egyetemi rendszer 4 éve alatt az utolsó 3 évet is férfiként versenyezte. Majd a 4. évre egyébként nem átalakító műtét nélkül, hiszen erre nem is volt szükség a szabály alapján, hanem egy úgynevezett tesztoszteron szupresszív kezelés mellett, amit egyébként igazából senki nem ellenőrzött, hogy ez most vajon tényleg milyen tesztoszteron csökkenést eredményezett, beállhatott a nők közé versenyezni, és hát mit adott Isten, ugye ez nem sokkal volt 1-2 évvel a Tokiói olimpia után, gyakorlatilag azt kell mondanom, agyonverte még az amerikai olimpiai érmes úszónőket is minden versenyszámban, amit ebben elindult. Will Thomas pontosabban, ma már Lia Thomas megnövesztett hajjal, egyébként férfi nemi szervekkel női úszódresszben,
egy öltözőbe kényszerítve a női úszókat egyébként, ami megint azt gondolom, hogy egyszerűen tényleg nonsens, hiszen akkor azt mondta az NCAA, hogy úgy kell őt kezelni, mint nő, nincs külön öltöző, a nőkkel együtt kell öltözködni, már pedig ő nőnek deklarálja saját magát. Szóval ugye Lia Thomas ma azért okoz gondot a nemzetközi sportvilágnak, mert ő nem érte be annyival, hogy az Amerikai Egyetemi úszóbajnokságon megnyert minden női kategóriát, amiben elindult, hanem ő elment a CASS-hoz, a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz, mert ő indulni akart a párizsi olimpián. Na most a CASS hozott egy olyan döntést, ami alapján úgy tűnik, hogy ezt nem teheti meg, de nem nyugodott ebbe bele. Ő tovább ment, méghozzá, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróságnál van már az ügye, és továbbra is azt gondolja, hogy ugye őt személyében diszkriminálják, tehát neki joga van a nők között indulni. És ez azért nagyon, azt kell mondom, sarkallatos, amit az imént Ágota is említett, mert hogyha egyszer teremtődik olyan precedens, ami adott esetben a teljesítmény sportokban egy valós egyenlőtlen feltételt teremt a biológiai nők kárára, és ugye itt szerintem ezt kell aláhúznunk kétszer. Ez a lényeg. Mert lehet mindenféle fajta elképzelés, deklarálhatjuk így, ha utána mennünk, én nem tudok hozzá igazából tudományosan pontos hátteret csatolni, hogy hányféle nem létezik már a Földön, de hogyha a sport teljesítményt valóban fair alapon szeretnénk megközelíteni, akkor a nőknek a nőkkel, a férfiaknak a férfiakkal, így tehát jó. A biológiai nőknek a biológiai nőkkel, a biológiai férfiaknak a biológiai és férfiaknak. És most jön az, amit az előbb is Sándor már mondott, eredménykényszer. Ő egyértelműen sporteredménykényszerként jelölte meg, de hát ezt tulajdonképpen mifelénk ezt ott Felső Magyarországon úgy mondták, hogy sumákolás, mert hogy úgy akar előnyt szerezni, hogy egy nála gyengébb gyerekkel versenyezte. És mivel ugye az olimpiai sport is egy kőkemény üzlet, innentől kezdve nem véletlen, hogy általában a biológiai férfiak, vagy feltehetően biológiai férfiak próbálnak a nők közébe férkőzni, mert ott sokkal több eredményt tudnak, sokkal jobb eredményeket tudnak elérni. És innentől kezdve az egy őrült nagy dolog, hogy ráadásul még meg is aláznak téged. Akár a nézők is, te ezt hogyan, ezt az eredmény kényszert, mert benned is ott volt valahol, első olimpia, meg akarom mutatni, baromi jó eredményeim vannak. Hogy tudtad ezt legyőzni? Ki segített abba, hogy egyáltalán földolgozd ezt, mert hogy beszéltünk előtte is, utána is kénytelen voltál pszichológushoz fordulni. Így van, már a felkészülésem legelején elkezdtem együtt dolgozni egy sportpszichológussal, akire még az elején azt gondoltam, hogy nem is, nincs is olyan nagy szükségem, hiszen én megoldom, és történjen bármi, engem az nem zavar. És akkor ahogy jöttek apró sérülések, apró kihagyások, ami miatt kénytelen voltam pihenni, és közben arra gondoltam, hogy a másik addig biztos ugyanúgy edz, már ez akár jött egy olyan, vagy hozott egy olyan problémát, amit nem tudtam egyedül vagy feldolgozni, és akkor már ott rájöttem, hogy valóban szükségem van rá. Amikor meg már az olimpián ott voltam, az is, hogy a sorsolás előtt akár, hogy ne izguljam magamat annyira szét, hogy esetleg ez fejben engem felborítson, már abban is tudott segíteni. Amikor meg lett a sorsolás, akkor is, hogy amikor már tudtam, hogy kivel fogok boxolni, és ugye hát ott is kiderült, hogy ha két mérkőzés sikerül nyernem, akkor tudtam, hogy ő lesz majd az ellenfelem. Viszont mindig próbálok csak az adott mérkőzésre fókuszálni, viszont miután megnyertem kettő mérkőzést, tudtam, hogy akkor most már nem tudok mással foglalkozni, csak ezzel kell. Akkor ugye már megtörtént az, hogy az olasz lány azt mondta 45 másodperc után, hogy nem. És akkor ugye itt jön a kérdés, hogy mi lett volna a jó döntés, hogy kiállok, vagy nem állok ki. És talán, ha meg is fordult az a fejemben, hogy nem állok ki, az nem azért, mert megijedtem, vagy nem akartam volna vele boxolni, hanem pont azért, hogy esetleg azért, hogy a jövőben ez ne történhessen meg még egyszer, akkor azért náljak, és ez miatt gondolkoztam el rajta, viszont örök életemben, amit én elterveztem a fejemben, én azt mindig véghez vittem, és tudtam, miért mentem oda az olimpiára, tudom, hogy az egy éremért való mérkőzés volt, tudtam, hogy ennyi választ el attól, hogy esetleg ott állhassak az olimpiai dobogón, és pont ezért próbáltam félretenni. Nekem egyébként a meccs napján délelőtt órákon keresztül kellett beszélnem akár a pszichológussal, hogy én úgy ki tudjak odaállni, ahogy kiálltam, illetve azt gondoltam a mérkőzés után, hogy jó, most már
vége lement a teher, viszont másnap én ültem az ágyamon, amikor felkeltem, és azon gondolkoztam, hogy most mégis mi történt, és nem tudtam annak örülni, hogy ötödik lettem az olimpián, legalábbis csak egy hónap múlva, amikor már így leülepettek a dolgok, és el tudtam engedni, de utána ott pár napig nem is éreztem túl jól magam, megmondom őszintén, nem tudtam annak örülni, hogy ötödik helyezést értem el az életem első olimpiáján, és ez bánom csak, hogy egy kicsit ott az utolsó pár napomra ez kihatással volt. Akkor is sokat kellett beszélnem a pszichológussal ezt feldolgozni. Ez valahol nyilván egy siker is volt nekem, hiszen az ötödik hely egy nagyon szép eredmény, de mellette egy kudarc is, és külön-külön nehéz feldolgozni, mint a sikert, mint a kudarcot, de a kettőt együtt nekem ez ott nagyon nehéz volt. De hála Istennek, hogy sikerült, de kellett hozzá bőven idő. Luca, beírtad magad a Magyar Sport aranykönyvébe. Sporttörténelmet írtál. Így van. Igen, de azért nézzük azt, hogy ez egy ilyen mesterségesen skizofrén helyzet, hogy se így nem jó, se úgy nem jó. Mert azzal, hogy kiállt, azzal pont azt erősítette, hogy hát ha megváltoztak a szabályok, akkor is lehet ilyen körülmények között versenyezni, pedig nem lehetne. Ez az egyik fele. Most nekem egy gondolsz... Meg, Ágota, egyetlen egy pillanatig is fölmerült benned, hogy nem állsz ki? Mint az előbb említettem, csak azért, hogy lehet ezzel meg tudom akadályozni azt, hogy a jövőben ilyen megtörténhessen, vagy esetleg ezzel elindítani valami olyat, amit azt gondolom, hogy az olasz lány megpróbált elindítani. Lehet, ha én utána azt mondom, hogy jó, én se állok ki. Nem vagyok abba biztos, utána még a másik kettő is azt mondta volna, hogy nem áll ki, és akkor feladja az olimpiai álmait akár, és igazából csak ez miatt, hogy most melyik a jó döntés. De... Hány másodperc alatt nyomtad le a döntést? Hát az ahhoz kellett jó pár óra, meg akár persze. Több nap is, tehát ezt még őszinte leszek, még a bemelegítő térben, amikor a meccs előtt fél órával voltam, és már melegítettem, még akkor is gondolkoztam azon, hogy most bemenjek a ringbe, és vegyem le a kesztyűt, vagy boxoljam végig, vagy mit csinálják, és egészen addig a pillanatig, amíg el nem kezdődött a mérkőzés, az első menet, addig még ott a sarokban is ott volt a fejemben, hogy most mi lenne a jó. De aztán végül a sportolói én nem döntött, és mindenképp meg akartam próbálni, hiszen nem tudtam volna úgy lefeküdni, hogy azt mondom, hogy meg se próbáltam. De ezzel kapcsolatosan két fontos dolog fölmerült, vagy legalábbis azt gondolom, hogy igen, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az ilyen kényes helyzetben, én lehet, hogy rosszul gondolom, de valahogyan bele kellett volna nyúlnia. Tehát, hogy igen, ők azzal védekeztek, hogy nem lehet és nem szabad ezekbe a szabályokba belenyúlni, de egy ilyen különleges helyzetben azt gondolom, hogy lehet, hogy lett volna lehetőség felülírni ezt a dolgot, vagy másképp megoldani. A másik módért vették egyébként, mert ragaszkodtak hozzá a szabályhoz. Másik meg egy nagyon gonosz gondolat jutott eszembe, hogy hát a közvetítési díjak. Mi lett volna, ha ott mindegyik lány visszalép, és akkor ez a kategória gyakorlatilag ellehetetlenül. Igen. Szóval ez azt gondolom, hogy bocsánat, hogy mesél, akarsz valamit ehhez mondani? Mondjad, majd még az olimpiai alatt volt alkalmam egy nagy interjút készíteni, pont emiatt a téma miatt a számomra egyik mértékadó nemzetközi női olimpiai bajnok lobbistával, Donnada Barónával, aki nem csak kétszeres 20 olimpiai bajnok, de az első televíziós volt az Egyesült Államokban, aki nőként a sportban helyet kapott még a 70-es évek elején az NBC-nél. Aztán később a elnöki főtanácsadó lett Ronald Reagan-től kezdve napjainkig sportügyekben. Ő volt az a hölgy, aki ezt az úgynevezett 9. amerikai alkotmány kiegészítést kiharcolta, hogy a nők kaphassanak sporthoz kötődő ösztöndíjat a tanulmányaik mellett az Egyesült Államokban. Tehát egy óriási élharcosa tényleg a női sportnak, sőt aztán a Nemzetközi Olimpiai Bizottság média és esélyegyenlőségi bizottságának is tagja volt, és mind a mai napig élharcos a dolgoknak. És az ő véleményét kérdeztem még egyébként a mérkőzésed előtt, és ő egyértelműen kifejtette, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hibázott. Tehát ő amerikai létére ezt kimerte mondani, és azt mondta, egyrészt politikai indítatásból történt a dolog, mert a háttérben nyilvánvalóan ugye ott volt az a fajta negligálása a Nemzetközi Boxszövetség véleményének, amiről nem akart tudomást venni a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom, illetve ugye az akkori vezetés, és arról nem is beszélve, és ő is azt mondta, hogy azt kell tudomásul venni, hogy itt nem arról van szó, hogy mondjuk egy ilyen születésű embernek ne lenne a sport a terepe, de tudomásul kell venni, hogy a sport
ezen a professzionális szinten diszkriminál. Tehát abban a tekintetben, ahogy ugye például a paralimpiai mozgalom kitalálta, hogy a sérültségi kategóriákat nem lehet ömleszteni, hanem kategorizálni Pontosan. Kell, és van olyan, aki el tud indulni úgy, hogy alig látszik rajta a sérültsége, viszont hozzá olyan versenytársat találnak, aki szintén, és van olyan, akinek deréktől lefelé nincsenek végtagjai, de ő is hadd versenyezzen, akkor nyilván neki egy olyan kategóriában kell indulni, tehát meg lehet erre találni a megoldást. Ott is vannak problémák a kategorizálással. Tudom, ez is egy külön darás. Igen, a kerékpározásban is abszolút, hát, abszolút így van, Novák Károly Eduardo és Holt Alkalman pont erről egy nagy interjút készíteni Csíkszeredáról. Ott is azért, mert üzlet, tehát ugye, mert az egész óriási üzlet. De visszatérve erre, tehát itt is azt gondolom, hogy arra kell a nemzetközi olimpiai mozgalomnak a jövőben nagyon vigyáznia, hogy amit elért, és amire oly büszke volt most Párizsban, hogy 50%-ban ott voltak a nők végre a versenyzők között, azt ne ássuk alá azzal, könyörgöm, hogy viszont szét. A nők, igen, hogy viszont pontosan. A nőket összeengedjük férfiakkal. Hát a hölgy igazi feminista volt, és nem divat feminista. Nem, ő valóban így gondolja. Nem divat feminista. Gondolkoztam rajta, hogy ha átgondoljuk azokat a tereket, amit a Lucának hát magára kellett vállalni, most gondoljátok, mekkora energia elvétel az, hogy neki a bemelegítés közben is filóznia kellett, hogy mi döntsön. Meg lehet, hogy már egész éjszaka ezen filózott. Mennyi energiát, koncentrációs képességet lekötött benne az a tény, hogy most fölvállalja ezt, én szerintem nagyszerűen döntött, és mit jelent ez? Egy ilyen szoros mérkőzésen az a kis plusz idegenergia, vagy az a, így mondom, a biztonság, vagy az, hogy engem is támogatnak, vagy az, hogy bíznak bennem, én is bízok magamba, az plusz eredményt is hozhat, de a másik oldalon, amikor bizonytalanság ott van a hátad mögött, az eredménykényszer mellett még, amiről beszélt, az egy hihetetlen, megterhelő és sok energiát elvesz. A másik aspektus, amit azért, hát itt ne haragudjatok, fölvetek. Az az, hogy ebből ez az algérián jól jött ki. Most nézzétek meg, divat bemutatókra hívják, túllihegik körülötte a világot, óriási pénzeket kaszírozott Algériába is, meg mindenhol. A mi lányunk, aki szerintem egy hős volt, hogy kiállt egy ilyen kétes helyzetbe, bevállalta a mérkőzést, itthon nem kapja meg azokat a sem anyagilag, sem erkölcsileg azokat az elismeréseket, amit kiérdemelt. Mégpedig jogosan kiérdemelt. Miért? Mert nagyon kevesen döntöttek volna az ő helyébe így. Én ezt nyugodtan merem mondani. Én emlékszem olyanra, férfi boxolóról beszélek, aki mikor tudta, hogy na mit tudom én, a Martinezzel kell boxoljon a kubai világbajnokkal, akkor gyorsan hasmenése lett. Értitek, hogy miről beszélek? Igen. Mert ott is egy nagy differencia volt a teljesítmények között, és úgy érezte, hogy ő alkalmatlan arra. Ez a kislány, a mi kislányunk, meg beállt, helytállt, és azokkal a terheket cipelte magával, amiről ő nem tehetett. Semmi köze nem volt ahhoz, hogy rárakják ezeket Igen. a idegi terheket. De Sanyi bácsi, azzal, hogy kiállt, ő pontosan azt közvetítette, hogy megváltoztak a szabályok, akkor nyugodtan lehet így is csinálni. Tehát ez az óriási dilemma, mert egyik önbecsülés. Oldalról pont ezt, ez önbecsülés. Ezt erősítette. Önbecsülés, Ágata. Hidd el nekem. Világos. A boxnak van egy olyan része, és ezt azért egy bizonyos mértékig a küzdelem a legfontosabb. Ingyen nem akarta adni a bőrét, se ő, se más. Világos. És én ezt nagyon-nagyon-nagyon ez nagyra tartom. Nagyon érdekes, hogy ezen most itt kialakult egy kis pótpárlé. Luca, te ezt hogyan éled meg? Foglalkoztat, hogy divat karriert csinál Imane Halif? Én megmondom őszintén, azóta nem követem nyomon a pályafutását vagy az életét. Nyilván azért a social médiában szembe jön velem, és én is látom, de még ez is meglepő számomra, hogy még ezek után is ő az, aki így fel van emelve, de igazából nem lepődöm meg, mert azután, ami az olimpián megtörténhetett, akkor most ez miért ne történhetne meg. És egyébként, amit Ágata mond, azt is értem, hogy azzal, hogy kiálltam, én ezt elfogadtam igazából, hogy ez megtörténhet. De sportolóként kiálltál volna, igen, én is, mi is, mindenki. Igen, csak amikor még hogy azon ne. Is gondolkoztam, hogy jó, kiállok, és
tegyük fel, megverem, akkor megint annak milyen következményei lennének, mi lenne, hogyha kikapok, mi lenne, ha nem állok ki, és ilyen rengeteg kérdés, hogy úgy mentem fel a ringbe, hogy győzni akarok egyáltalán, mert hogy ha győzök, lehet még csak rosszabb lesz a helyzet, vagy kapjak ki, vagy kisálljak, tehát hogy valóban igen, nagyon nehéz. Igen. Ezekkel a terhekkel, amit igen. az imént is említettél, ezekkel a dilemmákkal egyáltalán ringbe lépni, úgyhogy az ember nem csak és kizolg a feladatára fókuszál. Ben van a vészfékhegynek főfele. Igen. Hadd mondja két dolgot ehhez kapcsolódóan. Az egyik az az, hogy amikor egy pár évvel ezelőtt, ugye akkor ismertük ezt a Lia Thomas, Will Thomas problematikát, Egerszegi Krisztinával készítettem egy nagy interjút, aki azért nagyon ritkán szólal meg, és ezt a kérdést is felvetettem, és Egér, akinek azt gondolom, hogy egy ilyen egészen elképesztő belső igazságérzete van, és nem véletlenül rajongunk érte, hogy olyan ember, amilyen azon túlmenően, amilyen sportember is, azt mondta, pont egy ilyen versenyhelyzetben azt mondja, hogy hát miért kell ezeknek a 25-nek elindulni egy olyan versenyen, ahol Lia Thomas is a rajtkőre lép, nem kell elindulni. Mondta ezt akkor viszonylag magától értetődően Egerszegi Krisztina, és akkor az ember azt érezte, hogy igen, ez mekkora igazság, és tulajdonképpen lehetne így is tüntetni egy ilyen döntés ellen, és megrázni a vészharangot a nemzetközi sportvezetők fejében, hogy emberek, tehát értjük mi az inkluzivitás fontosságát, és nagyon sok mindent, de tényleg ne tiporjuk sárba mindazt, amit a nők sportjáért 100 év alatt tettünk. Bizony. Ez az egyik kérdés. A másik, ami most, ha ebből egy picit szeretnénk előrelépni, hogy mit hoz a jövő, akár a box sporton belül, akár az egész nemzetközi olimpiai világon belül. Itt volt a múlt héten a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jövendőbeli elnökjelöltjeinek egyike, az ifjabbik Juan Antonio Samaranch, a 7 jelölt közül, akit szintén megkérdeztem erről egy interjúban, mert szerintem most az egyik fontos kérdése az lesz a következő olimpiai ciklusoknak, hogy a következő Nobel-nök hogy áll ehhez a kérdéshez. Bizony. Például ki fog-e állni a biológiai nőkért? Fontos lesz-e egyáltalán neki? Milyen lobby erő lesz az erősebb? És nekem nagyon megnyugtató volt azt hallani, hogy ő azt mondta, hogy bár nyilván a sportági belső szabályokat, hogy egy sportágon belül igazából mi a kérdés, azt határozza meg az atlétika, a torna, az úszás, a box, de hogy a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomnak elő kell állni egy olyan megoldással, amely nem csak megvédi a biológiai nőket a fair verseny érdekében, de bátorítja a fiatal nőket arra, hogy ne hagyják abba amiatt a sportot, mert adott esetben félnek egy ilyen helyzettől. Tehát itt ugye joggal. Ilyen szempontból ez is nagyon egy nagyon jó. lényeges dolog, ugye, hogy nem csak arról van szó, hogy a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomnak igenis nem lehet a felelősséget a sportágakra áthárítani, szerintem nekik elő kell állni egy olyan keretrendszerrel, amiben a biológiai nők, akik az élsportot választják, az olimpiai szintű versenysportot, meg fogják találni a saját biztonságukat, és pontosan tudják, hogy kizárólag egyenlő pályák és egyenlő esélyek mentén fognak tudni versenyezni és megméretni magukat a legjobbakkal. 28-ban lesz ökölvívás az olimpián. Ha olyan ember kerül az Olimpiai Bizottság élére, aki ezeket a divas sportágokat, most így mondom, a hagyományos olimpia, így mondom, több mint 100 éve sportákként működő, az ökövásnak helye van az olimpián. Amerikában lesz az olimpia, el nem tudom képzelni, hogy ne legyen ott az ökövás a programba. De azt el tudom képzelni, hogy különböző akadályokat addig le kell győznie. De mi az, ami az én problémám, amit én itt említettem? Afrikai Szövetség összeáll, Afrika és Ázsia, most mind a ketten érintettek voltak. És mikor szavazás van az IOC ülésen, ott is szavazás van azért, az elnök is tudja befolyásolni a véleményeket, meg előtte egyeztetik ugye a véleményeket mindenhol, ahol ilyen szavazások vannak, és megoszlanak a vélemények, akkor ilyen téves döntések, mint amit most az Olimpia Bizottság hozott, bármikor még újra előfordulhatnak. És elindít egy láncreakciót. És az ökövás elleni támadást emlékezzetek pár éve ezelőtt a birkózással kapcsolatban. Igen, ez volt. Ilyen egyéni érdekek jelentek meg ott a háttérben, végül aztán szerencsére rendeződött annak idején a Csabáék, meg a Szilárdék megtettek mindent azért, hogy ez ne következzen be, de
soha nem tudhatjuk, hogy nem-e most megint egy ilyen világfesztivált csinálnak, azt megint ilyen, mint a megnyitón is történtek, ilyen absztrakt dolgok, hogy teljesen más irányba megy el az olimpiai eszme, meg az olimpiai látványosság ilyen divat dolgok iránt, ahelyett, hogy a hagyományosan alap sportágakat, ezek közé tartozik az atlétika, torna, box, és sorolhatták egy csomót, azok nyilván ott a helyük az olimpián. Ha tetszik egy-két, így mondom, ügyeletes zseninek, vagy ha nem, akkor is. Hát az, amit a Zsuzsa mondott, az a legfontosabb. Az a legfontosabb, amit a Zsuzsa mondott. Egyértelműen egyetértek vele. Miért? Mert veszélybe kerülhet az olimpiai eszme azáltal, hogy elszabadulnak ezek a, hogy is mondják, a ezek a csápok valamilyen értelemben elszabadulnak, és behálózhatják, teljesen tönkretehetik a női sportolóknak a jövőjét. Mert legyünk őszinték, jogtalan előnyt élvez valaki, 10 méterrel előbb indulhat, az egy jogtalan előny. Ha fizikailag más képességei vannak ütőerőbe, egyebekbe, más, amikor lepasszolhatják a labdát, szaladj vele te, de azokban a sportágakban, amit mondtál, az úszásban is, vagy ilyen egyéni sportágokban, nem tudod lepasszolni a labdát, hanem testi, fizikai erőt, előnyt jelent, és ha ezt engedi az Olimpiai Bizottság, én megkérdőlezem, hogy lesz egyáltalán olimpiai játékok. Hát a full contact. Készülsz Los Angeles-re? Igen, határozottam. Szerinted változik annyit a korszellem addig, hogy ezek az őrületek ne kerüljenek be? Bízom benne. Legalábbis az, hogy a sportolókra nem lesz kihatása, abban bízom le inkább. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Azt hiszem, hogy itt ötünk között volt most egy igazi friss hős a sok hős között, és azért így eszembe jutott, hogy te külszegi lány vagy, és azért arra a vitára kicsit reagálva, hogy most akkor el kellett volna indulni, vagy nem. Jurisics Miklósnak annyi esélye volt, hogy semmi. És megcsinálta. De a németben a Nixnek. És megcsinálta, úgyhogy szerintem Hámori utcának is lesz még esélye megcsinálni. Köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon szurkolunk. Önök pedig az Ez itt a kérdés látták. Műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, és meghallgathatnak minket a Spotify-on is. Milyen geopolitikai láncreakciót okozhat a globuszon, ha lángba borul a Közel-Kelet? Az Ez itt a kérdés következő műsorában. Erre keressük majd a választ, tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!